minisztráláskor egyszer nekem kellett a úrfelmutatási bort hátulról az oltár mögül előre vinni a paphoz. És én kíváncsi voltam, hogy az tényleg bor-e. Megkóstoltam, de olyan kevés volt a kis pohárba, hogy elfogyott. Amikor bementünk a mellé, vagy a sekrestyébe, akkor elölment a pap, hátrafordult, és kaptam két marha nagy pofont. Csabán az általános iskolát azt 6 helyen végeztem, mert 7 helyen laktunk. Csabán belül? Békés Csabán, igen. Úgyhogy édesapám ott iskolaigazgató volt először a Révai általános iskolába, és semmi különösebb baj nem volt vele, mert igazgató kántor volt. Ott a Békés Csabai nagy katolikus templomnak volt a kántora. És egyszer elrontotta a dolgot nagyon, ugyanis az egyik kollega nője, iskolaigazgató kénytelen volt órát látogatni, és az egyik kollega nője nem készült az órára. Szólt neki, hogy készüljön, és 2 hét múlva bement. 2 hét múlva megint nem készült. És akkor mondta apám, hogy legyen szíves, készüljön, mert kénytelen lesz akkor írásbeli figyelmeztetőt adni. Másnap megjelent a Viharsarok című újságban egy cikk, hogy újra csírázik a fekete vetés. Ez volt a címe, hogy a kántor állandóan megy a paphoz, és meg akarják dönteni a rendszert. És édesapámat akkor leváltották az iskolaigazgatóságról, és másik iskolába áthelyezték, úgyhogy vándorolt iskoláról iskolára, én meg mentem állandóan utána. De ugyanabban a család. Ugyanabban a templomban volt kántor továbbra is. És akkor a kántorságot is abba kellett neki hagyni. Na, középiskola? Középiskola Békés Csaba volt, az evangélikus, volt evangélikus gimnázium, a Rózsa Ferenc gimnázium névre hallgatott. Most már nem Rózsa Ferenc? Nem tudom most, hogy hívják, és nem is ott van, ahol volt, mert ugye ott volt a nagy református templom mellett közvetlenül. Nem ott kezdtem, hanem 8. után én Gyulára a tanítóképzőbe jelentkeztem, és kitört, oda jártam át minden nap, meg vissza. Ugye Bercikkel akkor kerültünk nagyon jóba, rengeteget pingpongoztunk, ő akkor tanult leütni, ebből következően mi megtanultunk védekezni. Leütnire tudtunk egyáltalán. De kitört a koreai háború, és édesanyám nagyon izgult, hogy mi van akkor, ha a világháború lesz, és én Gyulán vagyok, ők meg Békés Csabán. Úgyhogy akkor átiratkoztam a Rózsa Ferenc gimnáziumba. Hol kezdted el a tanulmányaidat, mint leendő tanító, vagy mint leendő tanár? Tehát az érettségit ugye azt elvégeztem egész rendesen, és az egyetemre jelentkeztem biológia-földrajz szakra. De nem vettek föl, ugyanis a Kiszes volt akkor, nem, azt hiszem Kiszes hát volt, Kisz volt akkor már, hogy a Kiszes a fölvételi bizottságba kiült, megkérdezte, hogy vállalok-e, ha fölvesznek. Várjál, bocsáss meg, lehet, hogy még disz volt. Lehet, ugye? Lehet, hogy még disz volt, mert a korodra volt tekintve. 55-be. 55-be, akkor még nem volt, még akkor disz volt. Disz volt, demokratikus ifjúsági szövetség. Igen, és akkor megkérdezte, hogy vállalok-e újságcikk írást az egyetemi labba? Mondom, persze, hogy vállalok. Azt mondja, annyit, mint a bátyád?
akkor abból köszönjük, nem kérünk. Föl se vettek ebből következően. Gábor megcsinálta előtted az utat. Igen. Na most, a főiskolára jelentkeztem, még akkor volt pótfelvételi lehetőség, matematika-kémia szakra. Igen, matematika-kémia szakos lettem. Volna, ha édesanyám föl nem utazik Pestre a minisztériumba, amit nem is tudtunk. És megjött a felvételi lap. Örültünk neki, hogy fölvettek a Juhász Gyula tanárképző főiskolára, földrajzbiológia szakra. Úgyhogy végül is az eredeti maradt. Az első munkahelyem az Anna Völgyi bányatelep volt. Ja tényleg, ezt nem is kérdeztem meg, tehát hogy lesz egy dévabányai gyerek bányász? Igen. Tehát ez úgy történt, hogy a bátyám előbb végzett, ugye, akkor még 4 éves volt az egyetem, és már 1 éve Esztergomba tanított, ott kapott állást. És hogy ne szakadjunk annyira szét, én is Esztergomba akartam menni a következő évbe, de nem volt hely, tanári hely Esztergomba. A legközelebbi volt ez az Anna Völgyi bányatelep, és oda kerültem tanítani, azt pályáztam meg. És akkor ott mit tanítottál? Ott, hát alapjában véve fizika kivételével mindent. De hát legjobban szerettem tanítani ugye nyilván a biológia, illetve az élővilágot, meg a földrajzot általános iskolában volt, igen. De kellett tanítanom politechnikát, akkor éneket, testnevelést. Tulajdonképpen nyelvet nem tanítottál? Oroszt vagy németet? Oroszt tanítottam. Apapolyó Műska Bezsit úgy tanítottam, ugye, mert én az oroszt nem tanultam rendesen a gimibe, mert az orosz tanárunk az fura volt. Bejött, föltett egy kérdést, de mindig nyögött, pont úgy, mint havas. Nem jutott eszébe semmi, tehát ebből elkezdett nyögni. És akkor rám mutatott, hogy kamarás. És én befejeztem a kérdést. És akkor mondta, hogy kamarás, harasó, pityorka. Na most 5-ös lettem oroszból. Ebből következően megnézték ugye a bizonyítványomat Anna Völgyön, hogy hát te 5-ös voltál oroszból, te fogod tanítani az oroszt. De nem tudtam olvasni sem rendesen, úgyhogy inkább megtanultam, és onnan tudom, hogy apapolju műska bezsít, asztanovillas ikricsit. Nagyon szép. Mondták, én ismerem ezt a dvábagoly szigyila fáncívit. Mondták, hogy Brezsnyev tőlem tanult oroszul. Tehát akkor Anna Völgyiről hazakerültetek Szegedre. Szegedre. Ez konkrét, ez 63-ban? 63-ban. És akkor te hol helyezkedtél el? Akkor én a élelmiszeri élelmiszeripari technikum kollégiumába kaptam állást, ugye, mert ott fölmondtam Anna Völgyön. Itt nevelőtanár lettél. Nevelőtanár lettem a kollégiumban, de tanítottam is a technikumba. És ott mit tanítottál? Hát meg nem mondom neked, hogy hívták, ilyen élelmiszer ipari valamilyen biológiai dolog volt, tehát az, hogy van kacsa. Értem. És meddig voltál ott? 1 évig. Utána mert a bátyám előbb jött át 1 évvel Esztergomból ide Szegedre, ő akkor már nős volt, és ő akkor már a főiskolán volt. És ő szólt nekem, hogy van a főiskolán egy hely. Uh-huh. És akkor azt megpályáztam, és elnyertem. Növénytani tanszéken. És akkor mind a ketten ott dolgoztatok? Akkor dolgoztunk ketten, igen. 5 évig. 5 évig voltatok együtt. Igen. És akkor még mindig ugye a biológia tárgykörében vagyok. Igen. Hogy lett ebből földrajz? Ebből földrajz?
Hát az az érdekes az egészben, ugye, hogy engem a tanárképző főiskoláról kirúgtak. Mit csináltál? Eddig senki nem mondta meg. Ja, hogy még most se tudod, hogy miért. De sejtem. Uh-huh. A sejtés a következő. Bekopogott és bejött hozzám egy fiatalember a szobámba a főiskolán. Bemutatkozott és megkérdezte, hogy ő mondta, hogy a rendőrségen dolgozik. Mi a véleményem a tanárjelöltek politikai dolgairól? Mondtam, hogy a tanárjelöltek politikai dolgai engem egyáltalán nem érdekelnek. Készülök az órámra, viszontlátásra. Erre egy névjegykártyát elém rakott, és mondta, hogy ha végis valamit tudnék, menjek be hozzá a rendőrségre. Mondtam neki, hogy én az előbb magának mondtam valamit, ott az ajtó viszontlátásra, és az óra előtt a névjegykártyát széttéptem. 2 hét múlva kaptam meg a fölmondást. Mikor megkérdeztem a tanszékvezetőtől, hogy miért, akkor azt mondta, hogy azért, mert egyrészt sok a hallgató, és csökkenteni fogják a létszámot, tehát nálunk is csökkenteni kell a létszámot. A következő évben egy csoporttal több hallgatót vettek föl a főiskolára. No, és akkor hova mentél dolgozni? Akkor először megvolt az állásom a Démásznál, mert itt nem volt a közelben semmiféle hely. És mi lettél volna, vagy mi lettél volna a Démásznál? Villanyszerelő, karómászó ember. Mondtam, hogy én még soha az életben nem próbáltam erre, megkérdezte a munkaügy is, hogy de focizni tud, mondom, valamikor futballoztam, szóval bal lábbal tud rugni. Mondom, igen, 2 lábas vagyok. Akkor föl van véve, nem kell karót mászni. És akkor történt, hogy akkor még a főiskolán ebédeltem, és Kállai Pista, nem tudom, emlékszel-e rá. Kállai Pista ott ebédelt, és a hasán járatta a kislányát. És együtt ebédeltünk éppen, és ő mondta, hogy a Ságváriba a Gizike nyugdíjba megy, és felszabadul egy földrajzos hely. Megpályáztam. Hát akkor 1969 őszén már a Ságváriba kezdtél, mint földrajztanár. Igen. Akkor tanítottál mellette biológiát, vagy már csak földrajzot? Csak földrajzot. Rögtön szakvezetőként? Akkor meg rögtön akkor szakvezetőként. De egy évig szakvezető lettem, de egy évig ilyen próbaidőre voltam fölvéve. Még a elején történt, az próbaidőben, amikor a Pali bejött az egyik órámra. És mint matematikus, ugye mondta, hogy minden tökéletes volt. Egyetlen egy probléma adódott. Az első felelő nagyon szépen felelt, 5-ös volt, és azt érdemelte, a második felelő is 5-öst kaphatott volna. Mondom, ne haragudj, az osztályzás az én jogom. Ebben nem szólhat bele senki, te sem. Erre az volt a válasza, hogy az óra megbeszélés során, ugye, hogy nem foglak véglegesíteni. Mondtam neki, hogy amíg kapa van ezen a világon, addig én ettől nem félek. Bementem a tanáriba, és elmeséltem. És kiderült, hogy ez a Palinak, ez a gyerek valamilyen rokona. Visszamentem hozzá. Mondtam, hogy most már tudom, hogy miért kellett volna 5-öst adnom a gyereknek. Vett tudomásul, hogy nálam nincs ilyen kivételezés. Szervusz.
Ezzel be is fejeztük a dolgot, évvégén jutalmat adott. És milyenek voltak a gyerekek? Gyerekek is rendesek voltak, de nem volt probléma. Mindent meg tudtunk beszélni a gyerekekkel. Tehát egész jó volt a tanár-diák kapcsolat. Hát nem baráti kapcsolat, ugye, azt nem mondhatnám, de a diák mindent megmondhatott a tanárnak, ha megfelelően mondta. Ugye megfelelő szinten, megfelelő hangsúlyjal, megfelelő szavakkal fejezte ki magát. Hogy sikerült munkára fogni a gyerekeket? Tehát mivel tudtad motiválni a tantárgyak iránt, vagy egyáltalán a tanulás iránt a gyerekeket, hiszen nagyon sokszor voltál osztályfőnök is. Igen. Hát folyton osztályfőnök voltam, alig volt egy-két év, amikor ne lettem volna osztályfőnök. Az a helyzet, hogy a fizikai munkára is rá tudtam őket venni a társadalmi munkákon. A Horóczi Feri osztályával versenyeztünk mindig, mert a Horóczi Feri az borzasztó keményen megkövetelte a dolgokat, és én azt mondtam a gyerekeknek, na ide figyeljetek gyerekek, szőlőt szedünk, vagy almát szedünk, vagy akármit csinálunk. Le kell hagyni a Forróci tanár úr osztályát. És az olyan csodálatos érzés volt, amikor kihirdették például az, hogy az osztályok között ki az első Helvécián, és már látom, hogy készülődnek a gyerekek, és volt még annyi eszük is, hogy egy lány lekapta a szemüveget, mielőtt földobáltak volna a levegőbe. És ez olyan élmény, hogy azt mondom, hogy gyerekek, hát marha jó volt. És akkor a gyerekek is jól érezték magukat. Na most a tanulás az más. Ugye ott az ember azt mondja, hogy édesfiam, szigorú vagyok. És tudom, azt is megmagyaráztam néha nekik, hogy amit csinálunk, az nem biztos, hogy jó. Az nekem se tetszik, hogy be kell magolnod azt, hogy a Szovjetunióban hol van kohászat. De betanulod a egyszer egyet is. Betanulod a verseket is. De ezt azért csinálod, hogy az agyad rögzítő képessége fejlődjön. Csinálni kell. Minden tantárgynál megvan a lehetőség adott esetben. És akkor a gyerekek megértették, hogy tényleg lehet, hogy nem teljesen fölösleges, amit csinálunk. És megtanulták. Volt egy olyan szokásod, hogy kártyáztál a gyerekekkel. Egész pontosan kártyát kellett húzniuk, amelyiken kérdések voltak. És ez egy nagyon komoly, tehát jegyeket kaptak rá. És egyszer sajnos azóta már nem élő közös barátunk, megtudta ezt a történetet, és állítólag belekevert ebbe a te kártyáidba egy piros ázt. És amikor valamelyik gyermek véletlen ezt a piros ázt húzta ki, és akkor te vártad, hogy hát akkor mondja a kérdést, és na, folytasd a sztorit, hogy történt. Nem emlékszem rá, hogy ilyen lett volna. Tehát ez lehet, hogy ez a városi legenda? Ez egy városi legenda. Ugyanis ezek a kártyák sohasem kártya alakúak voltak, mindig kisebb cetlik voltak. Na, ők is, tehát nekem Kálisz Jóska, hiszen ő volt a bajkeverő, igen. Isten nyugosztalja, elmondta, hogy tehát nem kártya volt magában, hanem a te cetlieit belecsempésztek egyet, értem. Amire egy piros ázt rajzoltak föl. Most már emlékszem rá, igen. Volt hatása, komoly hatása volt, ugyanis a kártyák közé úgy írtam be az egyikbe, hogy Jolly Joker. Ja, értem. Öt kártyát kellett húzni, minden kártyán egy név volt. Aki a Jolly Jokert kihúzta, az már eleve egyest kapott. Tehát ugye, egy ugye, ha többit nem tudta, akkor megkapta az egyest ugyanúgy. Igen. És milyen nevek szerepeltek ezen a kártyán? Ezen fogalmak is voltak. Aha. Rájöttem arra, hogy a gyerekek nem nézik a térképet tanulás közben. És a topográfiai kártyákat úgy találtam ki, hogy minden kártyára egy név volt fölírva, vagy egy fogalom. Nem lehetett
említeni a gyereknek a nevet hangosan, így aztán súgni se lehetett neki, hanem hogyha például topográfiainél volt, akkor mondjuk kihúzza azt, olvassa, hogy Dunaújváros, akkor meghatározza, hogy ez egy város Magyarországon a Csepel-szigettől délre a Duna jobb partján kohászat található ott. És akkor kellett kitalálni. És bárkit felszólíthattam, ha jó volt a meghatározás, akkor ki kellett találni, és így haladtunk előre. Én ezt jónak tartottam. Közben a gyereknek háttal kellett állni a térképnek. És amikor megmondta a gyerek, hogy miről van szó, akkor fordulhatott meg és mutathatta meg a térképen. Tehát akkor tulajdonképpen szigorú tanár voltál. Igen. De azt mondják, hogy igazságos. Abban az időben a politika mennyire volt jelen az iskolában? Tehát mennyire volt az akkori aktuális politikának hatása a középiskolára? Egyáltalán nem éreztük. Tehát egyáltalán nem éreztük a politika hatását. Csináltuk, amit akartunk. Erre egy nagyon jó példát is tudok mondani. Hát az órán nem politizáltunk soha. Ilyenről nem volt szó. Hanem volt egy tantárgyunk, ugye, amit úgy hívtak, hogy világnézetünk alapjai. És azt azok a tanárok tanították, akiknek jó volt, hogyha egy kis túlórájuk is volt. Volt olyan, hogy amikor az osztályomba be kellett menni negyedikes korukban valamiért, és éppen világnézetünk alapja volt, óra volt, a tanárnő az olvasott a asztalnál, a tanári asztalnál, a diákok pedig Ludas Matyiból olvastak föl vicceket. Senkinek az égvilágon nem mondtam még eddig el szinte. És utána én is kaptam egy ilyen világnézetünk alapjai órát. Megnéztem a tankönyvet, és azt mondtam a gyerekeknek, hogy gyerekek, én ennek nem sok értelmét látom. Sokkal jobb lenne, hogyha filozófia történetet tanulnánk. És a gyerekek egyből leegyeztek, és úgy kitoltam magammal, hogy nem igaz. Mert rengeteget kellett készülni az óráimra, hogy mit csinált Kant, Laplace és a többiek, meg az ókoriak, ugye. De neked is jó volt egy kicsit frissíteni az agyamat? Hát persze, hogy jó volt. Nem szoktak veled dicsekedni manapság, hát majdnem, hogy negatív felhangokkal mondják, de ha jól tudom, te tagja voltál az MSZMP-nek, ezt onnan tudom, hogy mellettem ültél a pártaggyűlésen, de ezen tudnánk ezt tagadni. Miért lettél pártag, mikor lettél pártag, és milyen volt a párt élet itt a Ságváriban? Szóval én először a pártba akkor akartam belépni, amikor még Anna Völgyön tanítottam, és úttörő csapatvezető voltam, ugye hát rögtön kineveztek, és a egyik ünnepen föl kellett vonulni a Dorogi stadionba. Az úttörő csapat egy részének, az össze, a járás minden iskolájából, és ott valahogy az én csoportom nagyon rendesen viselkedett, és ezt meglátta a járási úttörő főnök, aztán egyből kinevezett ott, hogy na most ebbe a pillanatban te vagy ennek az egésznek a parancsnoka, tanítsd meg őket rendesen vonulni. Hát akkor elhatároztam, hogy na hát, ha már jutalmat is kaptam érte, még pedig egy bőrakta táskát. Ha már ilyen rendesek, akkor belépek a pártba. Akkor még egy év ilyen próbaidő volt a párttagságnál is, és amikor volt a felvételi taggyűlés, akkor a végén lehetett kérdezni tőlem.
És egy veterán partizán megkérdezte, hogy kamarás elvtárs, a háború alatt és a háború előtt milyen ellenállási mozgalomban vett részt? Én erre azt válaszoltam, hogy semmilyenben, mert a pelenka gátolt a szabad mozgásban. Elkezdtek röhögni, és miután nevetségessé tettem a taggyűlést, nem vettek föl. Azt mondtam, hogy többet én ilyen bejelentkező lapot soha ki nem töltök. Na most itt állandóan unszolt egy párton kívüli bolsevik, hogy nekem be kell lépni a pártba. Ez itt már Ságveriben történt. Igen. Mert így a párton kívüli bolsevikkel be tudtam az. És akkor addig mondtam már, hogy megkértem az Erdei Imrét, hogy legyen olyan kedves, helyettem töltse ki a bejelentkező lapot, én majd aláírom. Mert hogy megmondtad, hogy te többet. Így igaz. És vállalta, kitöltötte. És így kerültem be a pártba. Egyáltalán nem éreztem azt, hogy jaj, de nagy kommunisták vagyunk. Sőt, én a kommunizmust, mint olyat, egy nagy ötletnek tartom, de semminek gyakorlatilag. Még a szocializmuson gondolkoztam mindig, hogy az se volt, ugye, hát de sose volt Magyarországon szocializmus, meg a világon se volt. És úgy szépen elviseltük, sőt, amikor kellett hangulatjelentést írni, és rám került a sor a hangulatjelentésre, akkor meg gondolkoztam rajta, hogy ezt hogy hívják 3x3-asnak. Mindig eltettem egy példányt belőle, nem tudom, hogy Kánisz Jóska is eltette a példányokat, mert én aztán eldobáltam. Nehéz volt minden héten megírni a hangulatjelentést, mert valahogy így kezdődött, hogy hát a tantestület nagyon jól érezte magát a tantestületi kiránduláson például. Vagy olyan szép a Kárhász utca. Örülünk, hogy Szegeden mindenki örül. Szóval ilyesmiket írtam a hangulatjelentésben. A pártlakopost is ezt írják. Nem tudom, hogy mit írnak, csak azt tudom, hogy ezt ugye az egyetemre küldték el, és ott összesítették, hogy káromkodhatott az, akinek összesíteni kellett, és hogy mit írt ebből bele. Egy új? Ha nem. Igen. Amikor a rendszerváltás közeledett, és volt a párttagság meghosszabbítás, már éreztük, hogy valami van, de még nem az igazi, akkor én kiléptem. A Horóci Feri azt mondta, hogy miért csinálod ezt? Ha megváltozik a rendszer, akkor azért jó, hogy benne vagy. Ha nem változik meg, akkor meg azért jó. Mondom, én szerintem azért jó, hogy nem vagyok benne, mert nem kell taggyűlésre járni. Szóval nem. Nem volt semmi különösebb problémám vele. De, és volt valami hasznod abból, hogy te az MSZNP tagja voltál? Nem. Károd? Nem. Nem volt semmilyen. Azt hiszem, hogy károm se. Valamennyit változtatott-e a te tanári módszereden az, hogy szabadabbá vált, vagy nem annyira előírt dolgokat kellett tanítani. Tehát magyarul, hogy érted meg a 89-es változásokat? Ilyen szempontból nem éreztem semmi változást. Ugyanis
Én, amikor tanítottam, mindig teljesen szabadnak éreztem magam, mint ahogy meséltem is a világnézetünk alapjait. Senki nem szólt érte. És miután nem politizáltunk, ebből következően abszolút nem zavart a dolog. Hogy mit tanítunk, az meg nagyon nem változott a földrajzban. Ugye, hogy a Szovjetunió helyett nem Szovjetunió van, hanem Oroszország, az még talán föl se tűnt annyira, ugye, abban a korai időszakban. Hát azért, ha mondjuk egy európai térképet összehasonlítottál, egy 88-asat, meg mondjuk egy 2000-eset, hát azért ott azért jelentős különbség van. Igen. Ha más nem, akkor ugye a Balkán teljes szétesése, Jugoszlávia X államra bomlott, de sok folytatnak a sor. Tehát azért ilyen szempontból a földrajz is változott. Dolgoztál, azt mondja, 69-től 2000, vagy 1999-ig. 97-ben mentem nyugdíjba, és 2001-2002-es évben még tanítottam. Igen, tehát 97-ben nyugdíjba mentél, de aztán még visszatanítottál. Visszamentem, ugye, megkértek, hogy olyannyira, hogy az én osztályomban is tanítottál. Igen. Még a 2001-2002-es tanévben, és utána még egy évig már akkor kevesebb óraszámban maradtál, és akkor tulajdonképpen 2003-ban köszöntél el, ha úgy tetszik, aktív tanítás. Hát azért azóta elég sok idő eltelt, 14 év, mint nyugdíjas. Mivel telnek a napjaid? A kertbe dolgozok. Na most én nagyon szerettem, világéletembe szerettem olvasni. De a műtét óta nem tudok olvasni csak nagyítóval, keresztrejtvényt fejtek nagyítóval, amikor már nem tudok televízión sem nézni semmit, mert borzasztó televízió műsor. Úgyhogy... Tehát ott nem az a baj, hogy nem látod, hanem az a baj, hogy rossz a műsor. Az is baj, hogy hát homályosan látom, de azért látom még a televíziót viszonylag közelről. Kimegyek rendszerint a kertbe. Na most ott, ha a szomszéd meglátja, hogy kapálok, akkor szerintem harsányan röhög, mert ugye leülök. Több haszonnövény kerül ki a kapanyagra, nem, mint gazd, nem? Nem, nem. Leülök, saraboló kapával kapálok, magam alá teszek valamit, és akkor tovább csúszok ülve. De rendben van a kertem. Hát nagyon régóta megvan az a gyálaréti kiskert, ugye? Igen. Hát azt mondja, hogy 1979-es. Hogy mondjam, nagy örömmel olvastam az írásaidat. A fanyar humorod, ha nem olvastam volna az aláírást, hogy ki a cikk, akkor is tudtam volna, hogy te vagy. Mi készített erre? De szerettem mindig tanítani. És azért írok úgy, hogy egyrészt tudom, hogy akiről írom, az a gunyoros szövegen bosszankodik. Egyrészt szeretek neki bosszúságot okozni, és gondolatokat, hogy miért így írom. Sokan nem értik meg, hogy mit írok, mert azok, akik nem értik meg, azok meg nem szeretnek gondolkozni. De azért írom úgy, hogy gondolkozzanak egy picit. Miután már 80 éves vagy, és nem tudom, hogy egyébként mennyire fogott meg a Z generációnak a lehetőségeit, tehát a számítástechnika, az internet, meg ezek a dolgok mennyire érintenek meg. De most éppen azzal küzd az oktatás, hogy ezekre a lexikális tudásokra igazából nincs nagy szükség, mert hogy az interneten mindent megtalálsz 2 másodpercen belül. Jó, hogy ezt nem élted meg, vagy ha valamilyen szinten megéled, akkor hogy éled meg most? Én ezt a következőképpen élem meg, amit szoktam mondani, az a technikai változás, hogy
Nem biztos, hogy baj, hogy a gyerekek nem tudják a egyszer egyet, hanem katasztrófa. El tudom képzelni a Kárász utcát kétféle módon. Régi mód, amikor sétálnak az emberek, kis csoportokba beszélgetnek, mennek ketten, beszélgetnek, ez az egyik kép. A másik kép a mostani Kárász utca, hogy két ember szemközt egymással, egymás között zsebtelefonál, öten játszanak a zsebtelefonnal, és senki egy szót nem szól egymáshoz. Ebből következően az egész világ ezzel a technikával ridegebbé vált. Tehát amikor az unokám azt mondja, mert hogy internetezni nem szoktam, mert bele kéne bújni a masinába, szóval nem megy. Azt mondja, hogy maradi vagyok, mert ő sokat ül a számítógép előtt az internetezik. Mondom neki, hogy lehet, hogy nagyon maradi vagyok, de én a számítógépet meg az internetet marha jónak tartom. Csuda nagy fejlődés, borzasztó hasznos dolog, de borzasztó káros is lehet, hogy egész nap előtte ülsz. És nem biztos, hogy okosabb vagy, tájékozottabb vagy. Nem, mert nem tudod megjegyezni. Már jóskán nyugdíjas vagyok, amikor bejöttem ugye az iskolába, nyugdíjas találkozóra. És amikor följöttem a tanáriba, és akkor, amikor mentem le a találkozóra a földrajz szertárba, a lépcsőn sorba ültek a gyerekek. Két kollega előttem ment, fiatalok, cikázva a gyerekek között. Én meg föntről leszóltam. Gyerekek, álljatok föl! Ennek három oka van. Ha ott ültök a lépcsőn, piszkos lesz a feneketek, a ruhátok, fenekem. Másodszor. Fölfáztok. Harmadszor. Le akarok menni. Elkezdtek röhögni, és fölálltak. Tehát ne cikázzanak a kollégáim, hanem legyenek szigorúak, legyenek következetesek, nem kell megfojtani a gyerekeket. Hülyéskedni is lehet velük, és utána szót fogadnak. Én valahogy egész életemben nem bírtam ki sport nélkül. Tehát abban az időben, amikor én ide kerültem, már elkezdtük a tanárdiák foci meccseket, kispályás foci meccseket. És akkor ilyen butaságot találtam ki, hogy tanárdiák tisztusa. Uh-huh. És csináltuk a tisztusát. Addig még te nem jöttél oda, addig a Radnótival is csinálgattunk meccseket, és zömében én szerveztem a Lengyel Gézával. Aztán később a tanártornát a Kis Gabival együtt csináltuk. Úgyhogy mindig csináltam valami ilyesmit. És akkor mennyire volt sportos akkor a Ságvári? Tudom, Szabó Pista focizott, Farkas Pista focizott, te fociztál, Voda Lajoncsi, kik fociztak még? Hogy? Hát nem tudom, mert nagyjából kispályán játszottunk. Tehát majdnem, hogy elég is volt. Tehát körülbelül annyian voltatok, amennyi. Körülbelül annyian voltunk. Hogy... Volt még egy nagy sport a Ságváriban, a sakk. De nem tudtam úgy benyújtni az igazgatóiba, hogy éppen ne sakkozz valakivel. Mert te is nagy sakkmester voltál akkor abban a társaságban. Az úgy rendesen kitöltötte a szüneteket.
ki. Tehát majdnem minden szünetbe, illetve lyukas órán sakkoztunk. Borzasztó élveztem a Szabó Pistát megverni. És ez rendszeresen ment. És ez rendszeresen ment, igen. De Valkusz Pali azért általában megvert téged, nem? De többször nyert. Gyakorlatilag azóta ultizom, amikor a bátyám elkezdett Esztergomba tanítani, és mentem meglátogatni. És ez volt, azt mondja, 1957-ben. Aztán tudom, hogy amikor én is ide kerültem, akkor nagyon jó úti csatákat vívtunk. Emlékszem egy keserédes, szomorú partira, és szerintem rövidesen neked is eszedbe fog jutni, amikor Erde Imréhez felmentünk ketten. És hogy ne érezze azt, igen, hogy ő beteg, és mi ezt tudjuk, ezért mindent kontrasztunk, amit kellett és lehetett. És amikor elbúcsúztunk egymást, akkor az Imre megköszönte nekünk ezt, hogy őt komolyan vettük még. Emlékszel erre? Emlékszem. No, hát ezt nem lehet elfelejteni. Így van. Sajnos most már nagyon kevés jó úti partner van, hiszen Kánisz Jóska is elment. Azóta nem is ultiszta. Tehát gyakorlatilag a Jóska óta nem ultiszta. Nem vigasztott téged, de én sem. Mert volt Békés Csabán, ez már ott történt, ugye? Békés Csabán egy olyan pap, aki mindig megkérdezte a gyónáskor a következőt. Mondtam neki, hogy nem fogadtam szót a szüleimnek, a pap, hányszor? Na most hát én még sose számoltam, hogy hányszor nem fogadok szót. Mondom, nem tudom, de mégis hányszor? Mondom, ötször. Káromkodta. Hányszor? 15-ször. Hazudtam. Hányszor? Na, akkor kidolgoztam magamnak egy módszert. Úgy mentem be gyónni, ha ez a pap volt a helyén, ugye, hogy a sekrestjébe, hogy A gyóntatószékbe, hogy 15-ször káromkodtam, 83-szor nem fogadtam szót a szüleimnek, és 75-ször hazudtam. És ez volt a gyónás utolsó szava, hogy hazudtam, és ez az egész gyónásra is vonatkozott. Ebből következően olyan nyugodtan mentem áldozni, hogy az nem igaz.